Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőjét. Keresztül a feltámadásig hagyományos koncert, húsvéti koncert a Vox Mirabilis Kamara kórussal. Mercedes-Benz ősbemutató a Vörös Marti Színházba. Sorsunk a dalban, Adirítus a Magyar Költészet napján. Ezekkel a témákkal foglalkozik a mai Kulturális Magazin. Ne menjenek sehova, már is kezdünk. Április 27-én szombaton este 19 órakor a hagyományos helyszínen a Jézus Szíve templomban rendezik meg a Vox Mirabilis Kamara Kórus húsvéti koncertjét Keresztül a feltámadásig címmel. Vendégem pedig Zemlényi Katica karnagy, örülök, hogy itt van velünk. Én is örömmel jöttem. Mielőtt azonban erről beszélgetnénk, egy bejelentéssel tartozunk, hiszen Székesfehérvár, a város önkormányzata úgy döntött, hogy minden fehérvári nevében csatlakozva Szeged városához 10.000 eurót ajánl fel, és minden olyan önkormányzatot hasonló felajánlásra buzdít. Ezt írja Cserpakovics András polgármester, hiszen tudjuk, hogy tegnap este az európai barokk fellegvára a Notre Dame székesegyház leégett. Nagy szomorúsággal figyeltük a képeket. Én azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy ez a felajánlás megérkezett, és természetesen a Vox Mirabilis Kamara Kórus szinte ugyanaz az önkormányzati bejelentéssel egy időben is felajánlotta az est bevételét a Notre Dame újjáépítésére. Így van, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mi is csatlakozzunk ehhez, és én nagyon örülök, hogy ez a kezdeményezés szinte egyszerre indult a polgármester úrral, hiszen ide, ehhez az esthez mindenki csatlakozhat, aki bármilyen kis összeggel szeretné támogatni a Notre Dame újjáépítését. Ugye, hogyha a zenei szempontból nézzük, az orgona is súlyos károkat szenvedett, tehát arra is nagyon sok pénz kell majd, és mi úgy gondoltuk, hogy akkor ennek a húsvéti koncertnek a bevételét teljes egészében ide szánjuk, aki pedig hozzánk csatlakozik, annak az összegét is természetesen. Igen, egy telefonszámot is mondanék, 20-9-527-521-es telefonszámon is megtehetik ezt az egyeztetett megbeszélés alapján. Én azt hiszem, hogy remek kezdeményezés, és talán sikerül, hiszen utoljára ugye a francia forradalom idején pusztult el, és újjáépítették a Notre Dame-ot. No, akkor beszéljünk a koncertről, hiszen már megszokhattuk, hogy esztendők óta mindig ott vagyunk egyik oldalról, másik oldalról pedig mindig egy olyan veretes névsort tárhatunk a műsorral együtt a nézők elé, ami figyelemre méltó. Kezdjük azzal, hogy értelemszerűen a Vox Mirabilis Kamara Kórus a házigazda, és ebben az esztendőben ősbemutatók is lesznek, méghozzá két olyan alkotótól, akit hát ugye Doknányi Ernőt ismerjük, viszont Tóthi Miklós motettáit még nem. És azt hiszem, hogy egy kicsit beszélgessünk erről, hiszen a motetták betekintést engednek nekünk a középkorba, a reneszánszba, ahogy tetszik. Így van, az egyházi kórus műveket szokták összefoglalóan motettáknak hívni. Doknányi Ernő pozsonyi motettáit szeretnénk bemutatni ezen az esten. Ebből is három férfi kari motettát, amik egyáltalán nem könnyűek, viszont nagyon szépek. Doknányi Ernőt újonnan kezdik mostanában felfedezni. Ugye ő egy picit fekete listán volt itt Magyarországon, nem is értékelték annyira az ő munkásságát, de én egy kicsit beleástam abba, hogy ő ki volt és mi volt, és a Pozsonyban, amikor ő ott működött, ugye egyházzenészként is működött, akkor írta ezeket a pozsonyi motettákat. És nagyon érdekes, hogy abban az időszakban férfi karra nem írtak olyan nagyon sokat, és ő mégis három férfikari motettát is írt, amik hát annyira kifejezőek, és annyira szépek, és olyan különlegesek, és egyébként pedig tényleg valóban nagyon nehezek. Több hangnemben is átmegy egy-egy rövid motetta is. Nagyon szeretik a fiúk énekelni, és nagyon megkedvelték. Egy teljesen más stílus. Egy kicsit essék szó Tóthi Miklósról. Azt tudjuk róla, hogy ő egy egyházzenész, kortárs zenész, és ráadásul a Prohászka templom organistája volt. Így van. Én személyesen is ismertem Tóth József Miklós urat, most már azt mondom, hogy plébános urat, hiszen felszentelt pap, Mogyoródi plébános. Őt nagyon sok kórusművét ajánlotta már nekünk, Karácsonyét, altatódalt, amiket el is énekeltünk már, és ez most
Krisztus kiáltása című igazi nagyböjti motetta, egyházi kórusmű, ami négy szólamú, nem is annyira nehéz, viszont átadni ezt, ez gyakorlatilag pontosan arról szól, hogy Jézus a keresztfán felkiáltott, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És ezt nem is olyan könnyű átadni. Ami érdekessége ennek a kórusműnek, hogy a zsidó arab dallamokat keveri az igazi európai többszólamúsággal. Tehát nagyon érdekes kórusmű született ebből, és nekem azért szimpatikus, mert Deák Bárdos Györgynek van az a bizonyos Éli Éli című hihetetlenül érzelmes és nagyon kifejező kórusműve, és ezt nem akarja ő utánozni, hanem egy teljesen más stílust alakított ki. Nos, vendégszerepel ezen az estén az 50. jubileumát tartó Szolnoki Bartók Béla női kar. Kortárst énekelnek, vezénye Kisboldi Zsár és Molnár Éva, de nem is ez a fontos talán, hanem maga a női kar, hiszen ez egy különleges csapat. Magyarország egyetlen profi női karáról van szó, akik már 50 éve az élvonalban vannak. Nagyon különlegesek, rendkívül szólisztikus, gyönyörűséges hangok. Nekem lehetőségem volt velük dolgozni már, én vezényeltem őket, Kodályt énekeltünk, vagy énekeltettem velük, és Bachot egy nemzetközi karvezetői kurzuson vettem részt, és ott ők voltak az a kórus, akik a rezidens kórusa voltak ennek a karvezető kórusnak. Hihetetlen muzikálisak, nagyon-nagyon jó velük dolgozni, és nem jártak még Székesfehérváron, azért is hívtuk meg őket, és egy nagyon különleges hangzást tudnak ők adni, olyan értékes kortárs műveket énekelnek, kifejezetten olyanok lesznek, amiket nekik írtak zeneszerzők. Ha értékről beszélünk, akkor az est második felében pedig felcsendül a 18. század legnépszerűbb egyházi kompozíciója, Pergolesi Stabat Matere. És nagyon-nagyon fontos, hogy ki mindenki lesz még itt velünk, hiszen két olyan Fischer Anni díjas, székesfehérvári ösztöndíjast köszönhetünk, hála Istennek, ismét Székesfehérváron, mint Zemlényi Eszter énekművész és Tóka Ágoston orgonaművész. Ugye Esztert ismerjük, én azt gondolom, hogy mikor legutoljára itt járt Kertes Ingriddel, a Liszt Ferenc díjas operaénekesünkkel, nagyon szép szavakkal mondta el, hogy miért is érdemeltek immáron harmadszor a Fischer Anni ösztöndíjat. Tehát ez egy igazi ünnep. Tóka Ágoston pedig Tóka Szabolcs fiaként, de amellett egy beérett orgonaművészként jelentkezik. Így van, Eszter és Ágoston, azt gondolom, hogy önmagában is Székesfehérvár büszkeségei, a Tóka családnak büszkesége Ágoston, az Zemlényi családnak pedig Eszter, de Székesfehérvárnak ők mindketten. Harmadszor kiérdemelni a Fischer Anni ösztöndíjat, én úgy gondolom, hogy vannak az országban néhányan, akik ezt elmondhatják magukról, és ez egy nagyon különleges dolog. Én tavaly szem és fültanúja voltam annak, hogy egy koncert előtt Kaposváron Eszter és Ágoston énekeltek egy, vagy orgonát Ágoston Eszter éneket, nem volt lehetőségük próbálni, tehát ott élesben énekelték és orgonálták el azt, amit kellett, és számomra is egyszerűen hihetetlen volt az, ahogy ők együtt tudnak muzsikálni, ahogy összerezdülnek, ahogy figyelnek egymásra, itt igazán különleges művészről van szó. Csoda pillanatok várnak ránk, és ne feledkezzük meg egy másik Eszterről, Balog Eszter is itt lesz velünk, aki Londonban nyert a Handel Ének versenyen. Azt hiszem, hogy ez megint egy olyan rangos megmérettetés, hogy rang az is, hogy megérkezett hozzánk. Így van, Balog Eszter és Zemlényi Eszter körülbelül harmadszor vagy negyedszer énekelnek a mi koncertünkön. Ők rendkívül jól tudnak szoprán és alt együtt énekelni, és nagyon finom hangzásokat tudnak adni, és hát ez, hogy Balog Eszter is most egy ilyen rangos énekverseny győztese lett, azt hiszem, hogy tényleg elmondhatom, hogy sztárok fognak részt venni a mi koncertünkön. És a Stringers kvartettről se feledkezzünk. Igen, hiszen ők pedig szintén fehérváriak, és nekünk nagyon-nagyon számít az, hogy fehérvári művészeket is szerepeltessünk a koncertjeinken. Fehérvári zenetanárokból áll ez a kvartett. No, viszont a Stabat Materről is kell, hogy szó essék. Ugye én úgy fogalmaztam, hogy a legnépszerűbb 18. századi egyházi kompozíció, ez valóban így van, és egészen különleges. Pergoléziről tudjuk, hogy elindult egy másik irányban, de aztán kiderült, hogy számára az egyház zene a valóságos.
Így van, és én mindig elmondom, ahol csak tehetem, hogy összesen 26 éves volt Pergolesi. Tehát valami hihetetlen, hogy milyen fiatalon hagyta itt a földi életet, és ez volt az utolsó darabja, Pergolesi Stabat Mater. A Stabat Matert azt nagyon sokan feldolgozták már. Mégis én úgy érzem, hogy talán Pergolesi volt az, azt hiszem, hogy itt már nagyon beteg volt, és talán már itt egy kicsit haldoklott is, amikor ezt a művét megírta, annyira kiérezni ezt a fájdalmat belőle, a fájdalmas anyának minden rezdülését. És ez a mű azért különleges, mert a szólisták, ugye a szopránszóló, altszóló, duettek vannak benne, kórusrészek vannak benne, és szinte csak egy nagyon finom kíséretet biztosítunk hozzá. Szeretnénk nagyon bensőségesen varázslatossá tenni ezt a koncertet, és a keresztől a feltámadásig, mi viszont a kortárstól a régi zenéig megyünk vissza, és igazából a húsvéttól megyünk vissza egy picit a Nagyböjtbe. Ezzel is szeretnénk szemléltetni, hogy Nagyböjt is bármikor lehet, és húsvét is bármikor lehet, és a zenével szeretnénk egy kicsit elvarázsolni a közönséget. Mert hogy általában is rendkívüli méltóság és felelősség kíséri, azt hiszem, hogy a Jézus Szíve templomban ezt a koncertsorozatot, mert nevezhetjük koncertsorozatnak. Igen. Nos, hát én bíztatok minden székesfehérvárit először is, hogy április 27-én este 9 órakor szombaton a Jézus Szíve templomot válasszák, és hát az Emlényünk Acisának köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kedves nézőink, önök pedig ne menjenek el, maradjanak velünk, hiszen még két témával folytatjuk a ma esti magazint. Magyarországon elsőként a Vörösmarty Színházban mutatták be Eszterházy Péter Mercedes-Benz címet viselő történelmi revüjét, a darabot Cikora János rendezésében láthatják. Eszterházy Péter utolsó darabját a Szlovák Nemzeti Színház felkérésére írta. A Mercedes-Benz című történelmű revüt 2017. januárjában Pozsonyban mutatták be. A magyarországi ősbemutatót Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban Szikora János rendezésében láthatják a színházbarátok. A Trabant útfekvése kitűnő, gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson. Semmiképp. Könnyelműségre semmiképp. Diktatúrában ezt jó tudni. Felteheti persze valaki a kérdés, hogy szép-szép ez a történet, szép-szép ez a dráma, de mi közünk van hozzá? Ez nem az Eszterházy Péter magánügye, ez nem az Eszterházy család magánügye. Miért érdekes annyira az Eszterházy család története? De ha az ember kicsit jobban belegondol, belehallgat az előadás mondataiba, vagy azokba a szövegekbe, amelyek Eszterházy Péter írásművészetét jellemzik, akkor hamar rájön arra, hogy bár ő egy végtelenül szubjektív író, de ez a történet, ez sajnos valamennyiünk története. A magyar történelem, különösen a 20. század magyar történelme, annak mindenfajta erkölcsi buktatójával, tévútjaival, kilátástalanságával, és mégis emelkedett tisztaságával, az valamennyiünk története. Az ember tragédiájának keretjátékát megidézve, az Úr fogadást köt Luciferrel, a fogadás tétje, elbukik a magyar történelem egyik legendás évszázados családja, az Eszterházy család. Eszterházy Péternek a család történetét láthatjuk itt, azon belül nagyon erősen az édesapja, aki az ő számára egészen születésétől, kiskorától fogva, egészen szinte majdnem a haláláig piedesztára volt emelve, és ő volt az apa kép, ahogy ezt minden normális családban, és tényleg fönt volt az Olympus tetején, és akkor egyszer csak a Péter életében volt egy olyan pillanat, amikor megtudta, hogy az apja ügynök volt és jelentett. És ez az apa kép hirtelen egy felnőtt, nem tudom, 60-valahány éves ember számára, el tudom képzelni, hogy az milyen sok. De ez az egyik főág, a másik pedig a Madácsi ember tragédiájának a nagy kérdései, a létezésünk, hogy miért élünk, miért vagyunk itt a Földön, ha itt vagyunk, nekünk mi a dolgunk, hogyan kéne ebbe gondolkodni. És ebben annyi iróniával, humorral,
keserűséggel, és sorolhatnám a jelzőket. Ha amögé mi igazul be tudunk lépni, mint színészek, akkor talán egy nagyon, nagyon izgalmas, fájdalmas, és ugyanakkor meg mégis keserédes és pici humorra föloldott pillanatokat tudunk a nézőknek adni. Lucifer visszaforgatja az idő kerekét, és végigkísérjük a család történetét a 17. századtól a 20. századig. Lucifer újra meg újra megkísérti az Eszterháziakat, a két családfőt, a herceget és a grófot. Eszterháziban mindig van egy ilyen nagyon finom, elegáns rálátás, távolságtartás, egy csomó minden, és ez az első olyan dolog számomra, persze olvasva jött sokat, hogy ennyire egyszer csak őt bekebelezte a saját története, hogy ennyi fájdalom, és ennyi közelengedés, vagy megölelés, szorítás van benne, és hát ettől ez szerintem nagyon megrendítő. Én nekem ez nagyon nagy öröm, mert én egy egészen csodálatos fickónak tartom őt, a bátorságát is, hogy ezt ő így megmerte csinálni, és lemerte írni mindenével együtt a saját gyöngeségeit, az apukája, mindenféle, a felelősségről, az értelmiségi felelősségről. Egyáltalán a 20. századunkról mit gondolunk meg, hogy gondolkodunk. A darabban Kuna Károly és Tűzkő Sándor alakításában, az évszázadok viharaiban az előző generációk Eszterházi hercege és grófja a főszereplők. Amúgy, ha valakire ráemelte jeges, több évszázados tekintetét, az illető azonnal kővé vált. A kövek a mai napig láthatóak a kastély udvaron. Az író Eszterházi Péter szerepében Andrássy Mátét láthatjuk, aki kivételes hitelességgel ábrázolja a klasszikus európai szellem, a szabad polgár megtestesítője, egy hajdan volt nagy kulturális tradíció, és az egyúttal jelenlévő modernitás képviselőjét. Ez felöleli több évszázad magyar történelmét, de sose szabad elfelejteni, hogy ez egy hihetetlen ironikus, néha nem merném állítani, hogy cinikus, de azt a határt feszegeti a nyelve, de elképesztően mindenképpen az Eszterházi Péter iróniájával és humorával átitatott előadás és történelmi revű. Így aztán fantasztikusan jó érzés és nagyon nehéz kihívás, mert miközben szembesülünk azokkal a történelmi pillanatokkal, amik meghatározták az Eszterházi család életét, és ami miatt gyakorlatilag így élünk ma Magyarországon, azok miatt a történelmi pillanatok miatt ezekkel, azzal a stílussal szembesülni, ahogy azt ő megírta, és közvetíteni, na ehhez valami hihetetlen lazaság kell, és annak, ami a színpadon történik, annak a magas szintű technikai tudása is nagy gyakorlat. A család nőtagjait édesanyaként és hercegnőként Závodszky Noémi, szolgáló mindenesként és szeretőként Pálya Pompónia, míg szeretőként és szolgálóként Varga Lili képviseli. Nagy kihívás ez színészeknek is, meg nézőknek is, azt gondolom. Pontosan azért, mert aki nem ismeri Eszterházi világát, vagy nem olvasott még Eszterházit, ez egy nagy szellemi kaland és kihívás. És nekem is nehéz például, tehát megjeleníteni, vagy ezt az egészet átadni, és hát remélem, hogy sikerül. Tehát hogy remélem, hogy sikerülni fog. Kérlek szépen, egyszer apám nagy vadászatot rendezett. Volt és jelen volt. Vadászatra meghívta a kastélyba, de... Ennek az évszázados családi krónikának, hol tragikus, hol távolságtartóan ironikus története és legendás alakjai elevenednek meg ebben a különleges színpadi játékban, miközben újra és újra felhangzik az úr kedvenc, erőt adó énekszáma, Janis Joplin híres dala. A sorsunk a dalban Adi Hritus című esttel ünnepelte Székesfehérvár pénteken a Városháza dísztermében a Magyar Költészet napját. Az előadás rendezője Halmi György volt.
Sorsunk a dalban, Adi Rítus című estel ünnepelte Székesfehérvár a Magyar Költészet napját a Városháza dísztermében. A Medve Színpad társulatának Halmi György által rendezett előadása szakrális misztériumjáték, amelyben színművészek és zenészek is közreműködtek. Azért adizunk, mert Adi a legnagyobb. Tehát azt gondolom, hogy nem kicsit, hanem nagyon. És azért merek ilyeneket mondani, mert ugye végignéztük az egész költészetét, az egész itt hagyott hagyatékát, nekünk hagyott hagyatékát. Ez a 13., 14. előadásunk, tehát ami az ő költészetéből fakad, és a legnagyobb része csak Adi versekből áll. Csodálom a gyönge embert, kiről mondák, regék beszélnek, ki nagymerészen égbe szállt és elorzál kincsét az égnek, hogy tűz, meleg és lángsugára mindent hevítsen hason át, és áldást hintsen a nagyvilág. A Medve Színpad már megalakulása óta kiemelten foglalkozik Adi életművével. Első Adi estjük 12 évvel ezelőtt készült el, azóta további 9 zenés színházi előadást állítottak színpadra Adi Endre verseinek felhasználásával. Azt vettem észre, hogy elsősorban ő nem költő, elsősorban pap. És azok az értékek, amelyeket ő képvisel, az és a költészetében fantasztikus módon megfogalmaz, azok ma, hát úgy kellenek, mint egy darab zsíros kenyér. Lelkem, kibontja szárnyait. Az égig tör fel gyors repüléssel, a fény sugárt, mit ott talál, magába szívja szomjú héből, és ennyi fényt a földre szárva. Pazar kezekkel hintre állj, édes, kedves kis leánynak. A Medve Színpad missziója, elkötelezettsége többet, sokkal többet nyújt egy költő versének megidézésénél. Tükröt nyújt felénk, ad és mindig ad. Adi azért nagyon fontos, mert azok a gondolatok, amelyek ma a politikában, az emberi életben, és egyáltalán a természetben, és egyáltalán a világűrben megjelennek, akár vallási módon is, tehát akár, hogyha a buddhizmust nézzük, vagy ha a kereszténységet nézzük, vagy a mohamedánizmust nézzük. Tehát ezekben a nézetekben, ezekben ő valahogy úgy mozgott, hogy magyarrá tudta tenni ezeket, anélkül, hogy nagyon-nagyon, hogy is mondjam, csak olyan helyzetekbe került volna, hogy külön magyarázkodni kellett volna neki ehhez. Pirics feljárjon ezzel évekig. Legyen nyomorult, amilyen mi engemet tevés vele annyi rajongó szívet. Legyen átkozott az a nemzedék, melyet a te vallásod fölnevelt. Hirdess a bolgár szeretett szabát, de szeretni ne tudjon soha. Vér, szenvedés jelöli annak lépteit, ki téged meg nem tagad. És csak akkor legyen boldog az ember, mikor vallása ismét szíve lesz, és megátkozza a te emlékedet, galileai. Egy ilyen esten nem maradhat el a kitárulkozó ember varázslatos gondolatsora sem, mindannyiunk okulására. A mindennapokban arról tud beszélni, hogy kedves barátom, hogy keljél föl. Mi az, ami a szerelemben fontos lehet neked, és azt meg merd megélni? Mi az, ami a magyarságodban fontos lehet neked, és azt merd megélni? Mi az, ami az életben fontos lehet, és azt merd megélni, és mi az, ami a halálban fontos lehet, nézz szembe, még akkor is, hogyha ebben a történettel, hogy egyszer meg fogsz halni, és amivel egyébként semmilyen módon nem nézünk szembe, soha, ő szembe tud nézni, ő szembe is néz, és ezekben a helyzetekben megtalálja a megoldást. Van az életben egy-egy pillanat, hogy már nem várunk semmit a világtól. Leroskadunk bánat terhe alatt, szívünk mindenkit megátkozva vádol. Még porba hullva megsirattuk, hogy porba döntött. Sok keserű álmunk. Nincs egy szem, amely könnyetelt semmi testre töltött fájdalmakká válunk.
Kísérleti színház vagyunk, hangsúlyozta Halmi György. Célunk a színházi előadások, rítusok létrehozásán túl a belső fejlődési utak megteremtése, nem csak az alkotók számára, hanem az előadáson résztvevő közönség számára is. Kedves nézőink, ez volt a Paletta magazin. Legközelebb egy hét múlva, kedden 19 óra 45 perctől számítunk majd kollégámmal a figyelmükre. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!